Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Április 21-e péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Finiséhez ért a kétszer kétsávos 83-as főút építése, a közel 100 milliárdos fejlesztés az év végére készül el, Kara Ákos szerint a beruházás az egész térség fejlődésére hatással lesz. Anyanyelvünk ápolása nemzeti ügy, a Városházán tartották az 57. Kazinci verseny megnyitóját. A szépen magyarul beszélő fiatalok két napon át mérik össze tudásukat. Nagyszabású sebességmérő akciót tart a héten a Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A Speed Marathon célja felhívni a figyelmet a sebesség túllépés kockázatára. Finiséhez érkezett a Győr és Pápa között megvalósuló kétszer kétsávos 83-as főút építése, a közel 100 milliárd forint uniós forrásból készülő beruházás az év végére közelebb hozza egymáshoz a Kisalföldi megyeszékhelyet és a Veszprém megyei kisvárost. Erről a beruházás kezdeményezője, Kara Ákos országgyűlési képviselő beszélt a Győr Plusznak. A politikus kiemelte, nem csak gyorsabb, de jóval biztonságosabb is lesz autózni az érintett szakaszon, ráadásul az új 83-asnak komoly térségfejlesztési hatása is lesz. Készül az út, készülnek a kapcsolódó fejlesztések is a 83-as mentén Ménfőcsanak és Gyirmót térségében. Finiséhez ért az új Győr és Pápa közötti közúti összeköttetés megvalósítása. Erről beszélt a Győr Plusznak a fejlesztés kezdeményezője. Az volt a célunk annak ideje, hogy építsünk egy jobb vonalvezetési utat, egy biztonságosabb utat és egy gyorsabb utat Győr és Pápa között. És nyugodtan mondhatom, meg az itt élők láthatják, hogy a finiséhez érkeztünk, a munkák finiséhez érkeztünk. Hát fontos munkaelemek, munkafolyamatok vannak még hátra, de most már szerintem mindenki számára világosan látszik a körvonala az egész projektnek, az útnak pedig a nyomvonala. Az új út Győr határában már egy ideje közlekedhető, de sok munka zajlik és még várható is ezen a szakaszon. Zajvédő fal és kerékpárút is lesz a kétszer kétsávos mellett. Ezekben a hetekben készülnek el a lakosság számára, Ménfőcsanak, Gyirmóti emberek, családok számára a legfontosabb kiegészítő biztonsági elemek. Ilyen lesz például a zajvédőfal, ilyen lesz a megépülő új kerékpárút, és egyáltalán most már eljutottunk ahhoz, hogy megint azokat a plusz kiegészítő elemeket beszéljük át az építtetővel, illetve az illetékes építési minisztériummal, amelyek szerintünk szükségesek lesznek ennek a projektnek a működéséhez, a mindennapi üzemeléséhez. Így például nemrégiben egyeztünk meg abban, hogy május elején fogunk tartani egy újabb lakossági tájékoztatást, hiszen a győri bevezető szakasznak a legnagyobb próbatétele az még előttünk áll, a zárórétegnek, tehát a kuporétegnek az aszfaltozása, az meg fogja próbálni majd az itt élőknek a mindennapjait, és próbáljuk a legjobb olyan munkaszervezési, közlekedés szervezési megoldást megtalálni erre a várhatóan május közepi, május végi munkafolyamatra, hogy az itt élőket a legkevésbé terhelje. A képviselő szerint az útfejlesztésnek komoly térségfejlesztési hatása is lesz majd, ha az év végére elkészül, amit már nagyon várnak a közlekedők és a környéken lakók is. A legfontosabb az, hogy megköszönjem az itt élőknek a türelmét, hiszen az elmúlt hónapok nagyon is megpróbálták az itt élők, meg az erre közlekedőknek a türelmét. De azt gondolom, hogy nem csak közlekedési szempontból készül egy fontos projekt, tehát nem csak biztonságosabb lesz, gyorsabb lesz az út, nem csak egy jobb nyomvonalvezetési út lesz, hanem összességében van egy nagyon komoly területfejlesztési hatása. Az világosan látszik, hogy a Tét környéki települések, a kisebb települések, maga a Tét városa is nagyon komoly fejlődésen keresztül ment. Egy nagyon komoly lehetőség ez Győrnek, Győr fejlődése, fejlesztése szempontjából is, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy jelenleg Magyarországnak ez az egyik legnagyobb útfejlesztési fejlesztése projektje. A több mint 36 kilométer hosszú új Győr és Pápa közötti úton a korábban több mint fél órás menetidő nagyjából 20 percre csökken, ami a Győrbe ingázóknak is nagy segítség lesz. Pénteken ismét ülésezett a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés.
8 napirend várt a testület tagjaira, többek között szándéknyilatkozatot fogadtak el a SkyCU légimentő egyesülettel, és tájékoztatót hallgattak meg a Vármegye katasztrófavédelmi igazgatóságának elmúlt évi tevékenységéről. Emellett döntöttek a 2022-es költségvetési maradvány felosztásáról, és bírósági ülnököket is választott a közgyűlés. A pénteki testületén megszüntették a Pannonhalma-Sokoró térségfejlesztési önkormányzati társulást is. Ismét ülésezett a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés. Pénteken több fontos történésről is beszámoltak, és döntéseket is kellett hozniuk. A költségvetésnek a zárszámadása is most történik. Gyakorlatilag 2 milliárd forintos maradványunk volt, amiből több mint 300 millió forint szabad maradvány. Ilyen jól még nem sikerült gazdálkodni eddig. Nagyon sok projektet tudunk megvalósítani, vannak most saját beruházásaink, és természetesen továbbiakban is menedzseljük azokat az önkormányzati pályázatokat, amelyek az Európai Uniós elszámolási rendszer miatt bizony nagy minőségű munkát igényelnek, amire a humán erőforrás az nálunk megvan, és ezt próbáljuk a továbbiakban is jól ellátni. Az egyik legfontosabb téma a vármegyei katasztrófavédelem 2022-es évi beszámolója volt. Több mint 3400 esetben vonultak a tűzoltók, melyek mindössze 24%-a volt a tűzeset. A legtöbbször balesetekhez kellett menniük, de sok volt a viharkár és a lakástűz is, melyek során az önkéntes tűzoltók is segítették őket, hiszen rájuk is nagy szükség van. Egy stabil évet zártunk 2022-ben, mind személyállomány tekintetében, mind pedig a beavatkozásainknál. Ugyanazokat a számokat produkáltuk, mint 2020-ban. Érdekes módon ugye 21-ben kimaradtak a nagyobb káresemények, a viharkárok, ez 22-ben megjelent, mint ahogy 21-ben. Ennek következtében ugye a statisztikai torzítás benne is van, tehát durván 300 darabbal több műszaki mentésünk volt, szám szerint 1747, és ugyanennyi volt 2020-ban is. A tűz eseteink 890 környékén van, és el lehet mondani, hogy az eseményeknek a fele ez a győri hivatásos tűzoltóságra rakódik. Mind a területben, mind pedig a beavatkozói létszáma is Győr a legnagyobb, és én úgy gondolom, hogy ha Győrben rend van, akkor a megyében is rend van. Ennek megfelelően alakítjuk ki a taktikánkat is. Az igazgató kiemelte, azokban a lakásokban, ahol volt füst és szénmonoxid érzékelő, ott minden esetben elkerülhető volt a tragédia. A vármegyei közgyűlés kezdő témája pedig a légimentés volt. Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, a programmal nem az állami rendszert szeretnék kiváltani. Alapvetően Magyarországon a légimentés az állami szervezet által az ország területén durván 80-85%-ban biztosított 15 percen belül kérkezés tekintetében. Sajnálatos módon az északnyugati régió szinte teljes egészében, Győr-Moson-Sopron megye, Vármegye, illetve Vas, illetve Komárom megye bizonyos részei nem kapnak 15 percen belül helikoptert. Ezért hosszú évek, évtizedek várakozása után néhányan úgy döntöttünk, akik a légimentés iránt elkötelezett szakemberek, illetve a társadalmi felelősségvállalás mentén elkötelezett emberek vagyunk, hogy megpróbálunk egy társadalmi összefogással egy olyan szolgáltatást indítani, aminek a szakmai alapjai, a működtetésének csínya-bínya a mi tudásunk és tapasztalatunkban elérhető, és ehhez az összefogáshoz kerestük első körben Győr-Moson-Sopron vármegyét, és utána remélhetőleg minél több gazdasági szereplő, illetve egyén fog ehhez csatlakozni. Ha 3 hónapos pilot program finanszírozása és működése sikeres lesz, akkor hosszú távra terveznének a rendszerrel. Anyanyelvünk ápolása nemzeti ügy, a nemzet megmaradásának alapvető feltétele, hangzott el pénteken az immár 57. alkalommal megrendezett Kazinci verseny megnyitó ünnepségén. A Szép Magyar Beszéd verseny Kárpát-medencei döntőjére sok tehetséges fiatal és felkészítőik érkeztek Magyarországról és a határon túlról. A verseny megnyitóján a házigazda Győr polgármestere azt mondta, a szép és helyes beszéd egyfajta magabiztosságot ad, ráadásul a magyar nyelv csodás, magas szintű művelői méltán lehetnek büszkék tudásukra és saját magukra is. A himnusz szavalják közösen magyarországi és határon túli magyar fiatalok, illetve felkészítőik. Ezúttal is a Városházán nyitották meg a Szép Magyar Beszéd versenyt immár 57. alkalommal. A résztvevőket először a rendező Kazinci Gimnázium igazgatója köszöntötte. Ünnepi pillanathoz érkeztünk ismét,
57. alkalommal rendezzük meg a Szép Magyar Beszéd országos kazinci versenyét. Nagy öröm számunkra, hogy közel 6 évtizede városunkban ünnepelhetjük a nemzeti hagyományokba legrégebben illeszkedő anyanyelvi versenyt. Több száz éves hagyományt vállalunk ezzel, azt a mozgalmat segítjük, amely az elmúlt századokban megmaradásunk és előrehaladásunk alapvető feltétele volt. Költőink, íróink munkássága példa arra, hogy anyanyelvünket becsülni, óvni és ápolni kell. Győr polgármesterek köszöntőjében úgy fogalmazott, a szép és helyes beszéd magabiztosságot ad, ráadásul a magyar nyelv csodás, magas szintű művelői méltán lehetnek büszkék saját magukra is. Szépen, helyesen beszélni még ma is egyfajta tartást, jó érzést, biztonságot ad a mindennapokban is. Egészen felütő érzés, ha ki tudjuk fejezni magunkat úgy, hogy az másokat elgondolkodtat, vagy megnevettet, gondoljunk a stand-up komikusokra, vagy megríkat. Nem ismerek még egy olyan nemzetet, aki ennyi költőt, írót adott volna a nagyvilágnak, akik úgy bántak a szavakkal, hogy idézhessünk a műveikből, kötelező olvasmányként tanítsuk a nebulóinknak, vagy versenyeken szavalva díjazzuk az azokat előadókat. Magyar nyelv csodás. Hányszor hallottátok már, hogy nyelvében él a nemzet, és ez így is van, ez egy kohéziós erő. A versenyt hivatalosan a Magyar Tudományos Akadémia doktora nyitotta meg, aki azt mondta, Kazinczy művei, levelei útmutatást adtak és adnak, sőt ki is jelölik a szép magyar beszéd útját. 25 kötetnyi levelezése, önéletrajzai, a pályám emlékezete, majd a fogságom naplója, meg annyi fordítás, a versei, és ki tudja még felsorolni mindazokat a műfajokat, amelyben úttörőként szerepelt, annak ellenére, hogy a tantervből kiszorultak, valószínűleg ma már nehezebben érthetők, mint voltak a 19. század elején, mégis annyi minden útmutatást adnak nekünk, hogy érdemes visszafordulnunk e korai időszakba, a 19. század tízes éveire. A szépen magyarul beszélő fiatalok pénteken és szombaton szabadon választott és kötelező szövegek felolvasásában mérik össze tudásukat, a végső győztesek és helyezettek személyéről pedig szakértő zsűri dönt majd. Bár ahogy a pénteki megnyitón elhangzott, ennek a versenynek nincsenek vesztesei, csak nyertesei lesznek. Újabb vándorkiállításnak adott otthont a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor általános iskola, amely idén 50 éve vette fel a költőóriás nevét. A Petőfi emlékév és a névadás évfordulója kapcsán számos eseményt szerveztek, melyekkel a forradalmár emléke előtt tisztelegnek. Ezen a héten a megyében egyedüliként ők fogadták be a különleges faelemekre nyomtatott vándortárlatot, ami a költő életének legfontosabb eseményeit, műveit összegzi. A kiállítás egy hétig volt az iskolában, a tanulók szerint a tárlat kiváló segítség az irodalom tanulmányaikhoz, ráadásul újszerű és modern köntösbe helyezi Petőfit. Petőfi Sándor egyik leghíresebb műve a Nemzeti Dal, de gazdag életútja is megelevenedik ezen a modern köntösbe bújtatott vándorkiállításon, melyet megyénkben egyedüliként a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor általános iskola fogadott be. Ezt egy héten át csodálhatták a diákok, de az iskola az egész tanévet a költőóriás emlékének szenteli. Tavaly márciusban elkezdtük már a Petőfi ünnepség sorozatot, hiszen a Petőfi Klub megyei megnyitója itt volt intézményünkben, egy rendhagyó, hangraforgó együttessel, illetve dr. Horváth Sándor domonkos megnyitójával. Az ősz folyamán felvettük a kapcsolatot a Soproni Petőfi iskolával, a nevelőtestület ott tette egy látogatást, és kölcsönösen megosztottuk egymás között azokat az ötleteket, amelyek az ünnepség sorozathoz kapcsolódnak, illetve végigjártuk Sopronban a Petőfi emlékhelyeket. Természetesen a márciusi Petőfi hétre koncentráltunk, és itt rendkívül sok tanulmányi verseny volt, ki tud többet Petőfiről, Galgóczi novellaíró pályázat, és az ünnepség sorozatnak egy jeles eseménye volt tulajdonképpen a Petőfi emlékérmeknek az átadása, minden egyes tanuló, illetve minden kolléga kapott egy Petőfi kitűzőt.
A legemlékezetesebb, azt gondolom a gyerekek számára, az a kirándulás volt, amelyet Petőfi Sándor szülőházához tettünk. Az ötödik osztályosok nagy figyelemmel kísérték a különleges fára nyomtatott tárlatot, ami a hetedikes fiúk tanulmányait is nagyban segítette. Nagyon örülünk ennek a kiállításnak több okból is, mert ugye ez a kiállítás bemutatja Petőfi életútját, körülbelül egy olyan 6 évet, illetve még annak is nagyon örültünk, hogy a mi intézményünkbe is eljutott ez a kiállítás Zalaegerszeg után. Petőfi Sándornak egy nagyon furcsa személyisége volt, de ettől függetlenül szerintem lehet példaképe a mai fiatalságnak. Végső soron pedig nagyon örülünk, hogy hozzánk került ez a kiállítás. Remélem még sok ilyen és ehhez hasonló vándorkiállítás fog hozzánk érkezni. A fiatalok egy versenydíjaként elutazhattak a költő szülővárosába, ahol az emlékmúzeum mellett a költő házát, keresztelési dokumentumait is megtekinthették. Irodalomtanáruk szerint Petőfi hazaszeretete miatt lehet példa a fiataloknak. Én úgy gondolom, hogy magyar tanárként természetesen ugye sok kérdőjel van Petőfi Sándor személyek között, a kortársak is más-más véleményen vannak az ő személyiségéről. Minden esetre, amit nekünk szerintem feltétlenül meg kell tanítatni a gyerekekkel, az mindenképpen a hazaszeretetét. Egy nagyon érdekes tapasztalatot szereztünk a Petőfi emlékháznál. Az ottani múzeum pedagógusok mondták, mesélték nekünk, hogy a Kína, ugye előszeretettel, ugye mivel Kínában Petőfi Sándor kötelező tananyag, megkérdeztek a kínaiakat, hogy hát miért Petőfi, miért pont ő, és azt mondták, hogy ő az egyetlen olyan költő, aki szívvel ki tudja fejezni a hazaszeretetét. Tehát Kínában sincs olyan költő, aki ki tudná ezt nagyon szépen fejezni, tehát ezért Petőfi. Tehát a hazaszeretetét, az igazságérzetet, hogy harcoljunk meg az igazságunkért, én nagyjából ezt a kettő dolgot emelném ki. Az iskola 50 éve vette fel Petőfi nevét, ezért emlékkönyvükben különleges gondolatokkal és fotókkal állítanak örök emléket a forradalmárnak. Ahogy arról csütörtökön elsőként számoltunk be, második alkalommal is megszervezte az önkormányzat környezetvédelmi bizottsága a Sövény Ökoolimpiát diákoknak. Korábban a fogyatékkal élők versenyeztek a környezetvédelem jegyében, pénteken pedig éptársaik tették próbára ügyességüket és tudásukat. A szemléletformáló rendezvény célja, hogy megszólítsa a fiatalokat és felhívja a figyelmet közvetlen környezetünk megóvására. Saját készítésű plakátokkal készültek a fiatalok a második Sövény Ökoolimpiára. Ahogy arról már csütörtökön beszámoltunk, a kétnapos szemléletformáló rendezvény első napját a fogyatékkal élő fiataloknak szentelték, pénteken pedig éptársaik tették próbára ügyességüket és tudásukat a zöld gondolkodás jegyében. Az olimpiai sportparkban rendezett eseményt Szeles Szabolcs nyitotta meg. Győr a polgármestere híradónak elmondta, az önkormányzat kiemelten kezeli a környezetvédelmet és bízik a fiatalokban. Környezeti bizottságot hoztunk létre, ami nagyon aktív, számos programot indítottunk el, védetté nyilvítottuk a Püspökerdőt, a Szent Iváni Tölgyest, a Marcaversi Kiserdőt, ezen kívül fecskevédelmi program van, babaliget, fásítási program, lehetne sorolni végtelenségig, de az a legfontosabb, hogy a gyermekek, a követő generáció megtanulja ezt a dolgot tudatosan hasznosítani a tapasztalatait, és egyáltalán nem csak, hogy tudatosan, hanem hogy a belépjön a mindennapjaikba, az alapgondolkodás részévé tegyük. A mikorosztályunknak az a felelőssége, hogy nem adhatunk át egy olyan világot, egy olyan bolygót, ami szennyezett, ami problémákkal terhes, az ő korosztályuknak pedig az a küldetése, hogy egy olyan dolgot vigyenek tovább, hogy olyan bolygót építsenek, egy olyan közösséget építsenek, ahol ezek a problémák talán már le tudnak szűkülni. Ahogy az alpolgármester is kiemelte, az önkormányzat környezetvédelmi bizottsága rendkívül aktív. Nem ez az első olyan rendezvénye, mely már legalább második alkalommal megvalósul. Herman Etelka, a környezetvédelmi osztályvezető, az Ökoolimpiával kapcsolatban elmondta, a sport által könnyebben meg lehet szólítani a fiatalokat, akik így még közelebb kerülhetnek az egészséges életmódhoz és a környezetvédelem témaköréhez. Már akkor is úgy gondoltuk, hogy a sportot össze tudjuk kötni a környezetvédelemmel, és annak segítségével a gyerekeket ugye meg is tudjuk mozgatni, és több olyan információhoz is hozzájuthatnak a játékokon keresztül, ami segíti őket a fenntarthatóságban, és mint tudjuk, a gyerekeken keresztül vezetett az út a jövő felé,
itt tanulhatnak a szelektív válogatás, de most a Bühl Hungária Kft. Támogatásával Lego robotika is megjelent, amiben szintén ilyen környezetvédelmi feladat van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon színes lett az idei program. Amikor felemeljük a kupolát, ők alatt átfutnak, és nagyjából szembe, svényen szembe megpróbálnak átmenni egy másik színhez, jó? Figyelj, emelem, és azt mondom, hogy emelj, zöld! Mertek az A jó hangulatú rendezvény a győri diákok tetszését is elnyerte, akik a hétköznapokban is odafigyelnek legalább néhány olyan dologra, amivel közvetlen környezetüket szebbé tehetik. Otthon gyűjtjük a biót, szelektívet gyűjtünk, nem szemetelek. Már például iskolába is össze szoktuk szedni kint a szemetet, és kidobjuk a kukába. Otthon szelektíven gyűjtjük a... hát a dolgokat, meg hát igen. Próbáljuk eladományozni, ami nem kell. Mennyire figyeltek oda a környezetvédelemre? Számodra mit jelent ez a szó, ez a kifejezés? Hát mi is szelektíven gyűjtjük, nem dobáljuk el a szemetet, nem csak eldobjuk, ami nem kell, eladhatjuk. Ennyi. És hogy látjátok, a fiatalok mennyire figyelnek oda a környezetvédelemre? Hát legtöbben szerintem odafigyelnek. Te mit gondolsz erről? Hát nem mindegyik, mert például nem biztos, hogy pont a fiatalok, de egy csomó cigicsik is el van dobálva, meg szemét az erdőben, meg ilyenek. Na és még egy utolsó kérdés, a rendezvényhez mit szóltok? Hogy tetszik? Tetszik. Eddig elvezem. Ez tipikusan az a rendezvény, melyen nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Mindenki nyer, aki eljön, hiszen rengeteg hasznos információval lesz gazdagabb, megtanul csapatban gondolkodni, és még mozog is egy jót, ami saját egészségének is kifejezetten jót tesz. A szervezők ajándékokkal is kedveskedtek a fiataloknak, baseball sapka, ökotarisznya és édesség is járt a versenyzésért. Nagyszabású sebesség ellenőrző akciót tart a héten a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya a vármegye útjain, így Győrben is. A szervezet ezzel az Európai Közlekedés-Rendészeti Szervek hálózata által meghirdetett Roadpol kezdeményezéshez csatlakozott. A Speed Marathon névre keresztelt akció célja az, hogy felhívják a figyelmet arra a nagyon komoly kockázatra, amit a sebesség túllépés jelent. 76 km/h lakott területen ez az autó túllépte a megengedett sebességet, és ezt a rendőrség is látta. Néhány méterrel odébb helyszíni bírságot kapott a gépjármű vezetője az egyenruhásoktól. Nagyszabású sebesség ellenőrző akciót tart a héten a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya a Vármegye útjain, így Győrben is, csatlakozva az Európai Közlekedés-Rendészeti Szervek hálózata által meghirdetett Roadpol kezdeményezéshez. Ez is egy több hete beharangozott sebességellenőrző sorozat, nyilvánosak az ellenőrzési helyszínek. A célunk nem az, hogy minél több gyorshajtót leplezzünk le, hanem hogy ezáltal is felhívjuk arra a kockázatra a figyelmet, amit a sebesség túllépése jelent. Ezen a héten eddig 189 esetben intézkedtek a rendőrök a Vármegye útjain, ennek fele Győrben történt. A legnagyobb regisztrált sebesség túllépés lakott területen belül 92 km/h, míg lakott területen kívül 148 km/h volt. A magyarországi baleseti statisztikák szerint az első három vezető baleseti ok sebességtúllépés, elsőbségadási szabályok megszegése, illetőleg az irányváltoztatási, kanyarodási szabályok megszegése. Három közúti gyilkosról is szoktunk beszélni, ez a sebességtúllépés, az ittas járművezetés, illetőleg a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása. Ezen alkalmakkor ezekre koncentrálunk, a rendőrségnek eszköze egyrészt az ellenőrzés, másrészt a prevenció. Ezeknek az összehangolt akcióknak a tapasztalatok szerint nem csak az adott héten van eredménye, 2-3 hétig is eltartó hatása van egy komolyabb ellenőrzésnek. Az ilyen és ehhez hasonló akciókkal, valamint a prevenciós tevékenységgel 2030-ig jelentős mértékben csökkentenék a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát. A közlekedés politikai célkitűzésünk 2020-hoz képest 2030-ra 50%-kal csökkenteni a személyi sérüléses balesetek számát. Tavalyhoz képest tudok mondani adatot, egy 18%-kal csökkent megyénkben a baleseti szám,
Ez nagyjából jelenleg egyezik a 2020 évi adattal, tehát a központi célkitűzés nem sikerült elérni, de 2020-ról mindenki tudja, hogy a Covid időszakban azért a közlekedés jelentősen korlátozott volt, így a baleset számok is extrém alacsonyak voltak. A rendőr alezredes hozzátette, sokak fejében van olyan gondolat, hogy csak 67 km/h-tól bírságolnak a rendőrök lakott területen belül. Ez valóban igaz a közigazgatási jogsértések vonatkozásában, viszont nem csak ebben az ellenőrzési sávban dolgozik a rendőrség, azaz már 51 km/h-ért is büntetést szabhatnak ki, ha a helyszínen megállítják az autóst. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb április 24-én, hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.